Holnaptól teljes körű látogatási tilalom lép életbe a Tóldy Ferenc kórházban. A betegek csak rendkívüli látogatási engedéllyel látogathatók. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Önvizsgálat és rendszeres szűrés, október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Mától ingyenesen kérheti bárki az influenza elleni védőoltást a házi orvosoktól. És 20 000 forint támogatást kaphatnak azok, akik elavult mobiljukat korszerű készülékre cserélik. A Városi Televízió keddi híradóját látják. Jó estét kívánok! Holnaptól teljes körű látogatási tilalom lép életbe a Tóldy Ferenc kórházban. A betegek csak rendkívüli látogatási engedéllyel látogathatók. Erre csak azoknak van lehetőségük, akik egyebek mellett rendelkeznek védettségi igazolással, vagy a látogatást megelőző 48 órán belüli negatív PCR-teszt eredménnyel. Holnaptól, vagyis október 27-től teljes körű látogatási tilalom lép életbe a Tóldy Ferenc kórházban, írják az egészségügyi intézmény Facebook oldalán. A betegeket csak rendkívüli engedéllyel lehet látogatni. A rendkívüli látogatási engedélyt munkanapokon 8 órától 14 óráig személyesen vagy telefonon, a radiológiai osztályon 385-ös mellék vagy elektronikusan kérhetik az igazgatás@toldykorház.hu e-mail címen. A látogatásra a beteg kezelő orvosa ad írásbeli engedélyt. Hétközben, ügyeleti időben, hétvégén, ünnepnapokon pedig a személyesen a kórház külső portájánál dolgozó közreműködésével, illetve telefonon az adott osztály ügyeletes orvosánál lehet kérni. Az engedély csak egyszeri alkalomra szól. A látogatás befejeztével a hozzátartozónak az osztályon le kell adnia az engedélyt. A látogatónak rendelkeznie kell védettségi igazolással vagy a látogatást megelőző 48 órán belüli negatív PCR-teszt eredménnyel. A kórházban továbbra is biztosítják a telefonos kapcsolattartást. A szakrendelések, ambulanciák zavartalanul működnek. A szakvizsgálatra érkező beteget, amennyiben szükséges, egy személy kísérheti. További részletek a Tóldy Ferenc kórház honlapján és Facebook oldalán olvasható. Elkezdődött a szabadság téri fák hajtás válogatása. Ezzel a munkával egy időben azonban leszedik a sok helyen már hibás, nem működő fényfüzéreket is. Ezek helyére újak kerülnek, sőt még több fa is díszbe borul, mint eddig. 60 fára kerül fel most majd 5000 méternyi karácsonyi fény. Utoljára 2014-ben végeztek jelentősebb hajtásválogatási munkákat a szabadságtéri fákon. Akkor is összekötötték egy másik munkafolyamattal. Felkerültek a fényfüzérek is. Most újra időszerűvé vált mindkettő. A hajtásválogatás és a fényfüzérek cseréje is. Azóta eltelt 7 év, és igencsak elfáradtak ezek a fényfüzérek. Sajnos több helyen megszakadt a szigetelés rajtuk, és ezért az utóbbi 1-2 évben már nem azt a szép látványt nyújtotta, mint amikor felkerültek a fákra ezek a fényfüzérek. Ezért is érkezett el az idei időszakban az, hogy most új fényfüzéreket kapnak ezek a fák. Az a különlegesség, hogy most az összes fára fog kerülni fényfüzér, akkor még nem került. Lekerülnek tehát most a régi fényfüzérek, felkerülnek az újak. Ha pedig végeznek a munkával, 60 fát fog díszíteni, mint egy 4800 méternyi fényfüzér. Vagyis valóban fényárban úsznak majd az adventi időszak alatt ezek a még hajtásválogatás utáni szép és lombos fák. Ahogy 7 évvel ezelőtt, így most is a fák, és persze az arra járók védelme miatt van szükség egyébként a hajtásválogatásra. A fák, ahogy máskor is, új előre kapnak majd tőle. Alapvetően az ostorfa, az estrapabírófa sok mindent kibír, és szükség van arra is, hogy időnként ezektől a nem odaillő hajtásoktól megszabadítsuk őket. Ezáltal ugye teret adunk a megfelelő hajtások növekedésének, erősödéséhez igazából. Ezek a munkálatok tehát november 10-ig eltartanak, sőt lesz, amikor forgalomkorlátozással is járnak. Így például már most szerdán is le kell, hogy zárják a Rákóczi út Szabadságtér melletti szakaszát.
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Az országban évente több mint 7500 embert érint olyan kisebb-nagyobb fokú emlőelváltozás, amely rossz indulatúnak bizonyul. Minél korábban felfedezzük a daganatot, annál nagyobb a gyógyulási esély. Ma már a kezeléseknek köszönhetően 85%-os eséllyel gyógyítható ez a betegség. Októberben, egész hónapban a mellrák elleni küzdelemre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon a nők körében a második helyen álló daganatos megbetegedés az emlőrák. Dél Ilona, a Toldi Ferenc Kórház emlőszűrő állomásának regionális koordinátora híradónknak úgy fogalmazott. Az országban 75 ezer olyan nő él, akik valamilyen módon már megküzdöttek a mellrákkal, és ezzel, illetve következményeivel együtt élnek. Évente pedig több mint 7500 nőt érint ez a betegség. Éppen ezért fontos a megelőzés és a szűrővizsgálatokon való részvétel. 45 éves kortól 65 éves korig egy nagyon jól működő népegészségügyi rendszerben hívjuk be az érintetteket, azaz meghívó levelet küld az emlőszűrő állomás a nők számára. Természetesen nem hívhatjuk betegnek őket, hiszen ők egészséges nők, akik behívó levelet kapnak, és nekik kell jönniük 2 évente. Ha ezen kívül bárki panasszal rendelkezik, neki jelentkeznie kell nálunk, kezelőorvosánál, házi orvosánál vagy nőgyógyászánál. A lényeg az, hogy ha panaszt érez, akkor mindenképpen orvossal vagy szakemberrel találkozzon, és legyen vizsgálata. Az önvizsgálatot pedig a hormonális ciklus kezdete után életünk végéig folytatni kell. A képen látható a helyes önvizsgálat technikája, ami nagyon fontos, hiszen így viszonylag időben fel lehet fedezni bármilyen mellett érintő elváltozást, mondta Dér Ilona, aki kitért arra is, az életmódbeli tényezőket és rizikófaktorokat folyamatosan kutatják. Igazából nem tudunk olyan életmódi megoldásokkal szolgálni, amelyekkel elkerülhető. A genetikai rész az egy erőteljesen meghatározott, az egyenesági rokonságban testvér, édesanya felmenők esetén az egy eléggé determinált folyamat, ezért aki úgy tudja, hogy a családjában felmerül ilyen kockázat, nekik gyakrabban kell nálunk jelentkezni, akkor is, hogyha az életkoruk 45 év alatt van. Akár évente jelentkezzenek nálunk, illetve panasz esetén rögtön. Őket egyébként a protokoll is másként kezeli, tehát a szakmai iránymutatások rájuk nézve kivételt tesznek. A gyógyulás esélye akár 85% is lehet. Ehhez azonban az kell, hogy minél korábban felfedezzük az elváltozást. Mindehhez pedig elengedhetetlen a havonta végzett önvizsgálat és a szűrővizsgálatokon való megjelenés, hangsúlyozta a szakember. Mától ingyenesen kérheti bárki az influenza elleni védőoltást a házi orvosoktól. Idén is nagy kockázatot jelent a megbetegedés, hiszen a koronavírus nagyobb veszélyt jelent, ha másik betegséggel társul. A védőoltások keresztezésére azonban oda kell figyelni, hiszen a COVID és az influenza elleni oltás között legalább 2 hétnek el kell telnie. A tavalyi évhez hasonlóan idén is mindenki számára ingyenes az influenza elleni védőoltás, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az oltás felvétele most különösen fontos, hiszen a koronavírus fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegségekkel, például az influenzával egyszerre támadja meg a szervezetet. Elsősorban azoknak javasolják a védőoltást, akikre fokozott veszélyt jelent az alsó légúti megbetegedés, tüdőgyulladás, de az asztmások és a szívelégtelenségben szenvedők is a kockázati csoportba tartoznak. A maszkordásnak, kézfertőtlenítésnek köszönhetően tavaly szinte teljesen elmaradt az influenza járvány, ám ez nem jelenti automatikusan azt, hogy idén is így lesz, mondják a szakemberek. Fontos, hogy a védőoltás beadásakor a páciens egészséges legyen, és arra is figyelni kell, hogy a koronavírus elleni vakcina és az influenza elleni védőoltás beadása között legalább 2 hétnek el kell telnie. A városban heti 3-4 alkalommal, az országban évente több 10 000-szer fordul elő, hogy egy beteg hirtelen szívmegállás következtében veszti életét. Az időben megkezdett újraélesztés azonban sok esetben segíthet elkerülni a tragikus végkimenetet. Ezt azonban gyakran félnek megkezdeni az emberek, pedig nagyon fontos lenne az első segélynyújtók szerepe.
Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint évente 25 ezeren halnak meg hazánkban hirtelen szívreállás következtében. 2000 ember életét azonban megmenti az időben elkezdett újraélesztés. A ceglédi mentőállomás vezetője híradónknak elmondta, a városban heti 3-4 alkalommal találkoznak olyan esettel, amikor újraélesztést kell végezniük. Az első segélynyújtók szerepe azonban nagyon fontos lenne, hiszen ők vannak ott, amikor az illető hirtelen összeesik, ők tudnak elsőként és leghatásosabban beavatkozni. Hát teendő mindenféleképpen ugye az újraélesztés lenne, egy alapszintű újraélesztés. Ugye most a Covid időszakra való tekintettel a befúvás lélegeztetést nem ajánljuk, csak mellkas kompressziót. Nagyon fontos lenne az időben és minél hamarabb elkezdett hatásos mellkas kompresszióknak a kivitelezése, úgyhogy ebben nagyon sokat tudnak tenni az első segélynyújtók. Első lépésként meg kell győződnünk róla, hogy biztonságos-e a helyszín. Ezt követően közelíthetjük csak meg a beteget. Megrázzuk, megszólítjuk, ha nem válaszol, segítséget kérünk. Ugye most következik a légzésnek a vizsgálata, amit ugye 10 másodpercig nézünk. Most a COVID-ra való tekintettel ugye nem javasolják azt, hogy hajoljunk fölé, hanem csak oldalról nézzük magát, a légzését. Ugye, hogy emelkedik, süllyed-e a mellkas. Ha azt észleltük, hogy nem vesz levegőt, akkor kell megkezdeni az újraélesztést. Kezünknek ezt a részét tesszük a mellkas közepére, a mellbimbó vonalába, ugye nyújtott karral, a fölülvévő karunk ugye végig is felfelé húzza ezeket az ujjainkat, tehát az alullévő kezünknek az ujjait, és merőlegesen a mellkasra, ugye 30 mellkas nyomást fogunk végezni. Ezt pedig egészen addig kell folytatnunk, amíg meg nem érkeznek a mentők, vagy vissza nem tér a spontán légzés, vagy ameddig el nem fáradunk. Sokan attól tartanak, valamit rosszul csinálnak, és ezért inkább hozzá sem kezdenek. Ez azonban nem helyes hozzáállás. Én azt mondom, hogy csak jót tehetünk. Persze azért nyilván lehet rosszat csinálni, de ahhoz már olyan nagyon-nagyon mellé kell nyúlni, hogy erre kicsi az esély. Másrészt pedig, hogyha nyilván tárcsázzák majd a segélyhívót, fognak segíteni telefonon keresztül, hogy is történjen maga ez a mellkas kompresszió, illetve a applikáció is ugye létezik már, azt is lehet tölteni, az is segít majd nekünk. Az alkalmazás tartalmazza a legközelebb eső patika, kórház és defibrillátor helyét, de az applikáció része egy első segélynyújtó kis okos is. Az applikációban a mentők látják a bajba jutott személy tartózkodási helyét, egészségi adatait is, például, hogy cukor vagy szívbetege az illető és milyen gyógyszereket szed. Az információk gyorsasága pedig a segítségnyújtást is meggyorsítja. A legfontosabb, hogy merjünk cselekedni. 20 000 forintos támogatást kaphatnak azok, akik lecserélik elavult telefonjukat olyan készülékre, ami a jövőben is alkalmas lesz széles sávú mobilnetezésre. A készülék csereakció jövő év elején indul, és leginkább az idős korosztályt célozzák meg vele. Azt szeretnék, ha a lakosság minél nagyobb számban rendelkezne a mai kor kihívásainak megfelelő telefonnal. A 4G és 5G hálózatok térnyerésével az egész világon elavulttá válnak a régebbi technológiát használó, azaz a 2 és 3G-s telefonkészülékek. Magyarországon a tervek szerint jövő év végére vezetik ki a 3G-t, ami azt jelenti, hogy akinek most még ilyen harmadik generációs készüléke van, nem fog tudni mobilnetezni. A technológia váltással a készülékeket ki kell cserélni. Ezt támogatja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A hatóság indít egy támogatási programot, hogy mindazok számára, akik szeretnének mégiscsak mobilnetezni, tehát nem csak telefonálni és SMS-t küldeni, és 3G-s készülékkel rendelkeznek, ezt majd kérjük, hogy ellenőrizzék, ebben segítséget adunk. Számukra 20 000 forint összegben adnánk támogatást arra vonatkozóan, hogy új típusú, tehát 4G-s vagy 5G-s telefonkészüléket tudjanak majd vásárolni. Netre fel, ez a program címe, és ezen az oldalon lehet minden fontos információt megtalálni a készülék cserével kapcsolatban, ami jövő év elején indul. Így aki most gondolkozik, hogy elavult mobilja helyett okostelefont vásárol, érdemes még picit várni, hiszen akkor 20 000 forintos támogatással vehet majd készüléket. Az akcióval leginkább az idős korosztályt célozzák meg. Azt szeretnék, ha ők sem maradnának ki a digitális világ adta lehetőségekből, csak azért, mert nincs mobilnetezésre alkalmas telefonjuk.
A hírközlési hatóság főigazgatóhelyettese elmondta, a szolgáltatók is partnerek a készülékcsere akcióban. Egyrészt a mobil szolgáltatóknál lesz arra lehetőség, hogy a készüléket szintén váltsák egy újabb készülékre, de nem csak nálunk lehet venni készüléket, hanem nagyobb elektronikai áruházakban is lehet vásárolni készüléket szolgáltató független módon, és őket is be kívánjuk vonni. Ez a jelentkezési időszak indul meg rövidesen, ahol várjuk azokat az értékesítési pontokat, cégeket, láncokat, akik ebben a programban részt kellnek venni, ahhoz, hogy a lakosság a lehető legközelebbi főponton tudja még kicserélni a készüléket, és ne kell sokat utazni egy ilyen készülékváltáshoz. A készülékcsere akcióra összesen 5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. Maradjanak velünk, Híradónk után Háttér című magazin műsorunkat láthatják, benne vendégünk dr. Lakos Roland, Csemő polgármestere. Ezek voltak legfrissebb híreink Híradóval, legközelebb holnap várom Önöket, viszontlátásra!